A kiránduló és az infrastruktúra védelmében a Gemenzrd teljesen szünetelteti a vonatközlekedést az erdei vasúton, amíg az árhullám visszavonul. A vadállomány még nincsen veszélyben, de a szakemberek megkezdték a vadmentő dombok takarmányozását. A Dunán most, ahogy mi látjuk, egy hosszan elnyúló árhullám vonul le, ami most vélhetően már tetőzött Bajai vízmércéhez képest 801 cm-rel, ez valamennyivel alacsonyabb, mint a téli időszakban megszokott. Ennek az árvíznek, árhullámnak a következtében a Gemenzért és a Dunadráva Nemzeti Park elrendelte, hogy a belső vízterületeken szervezett, csoportos, illetve egyéni kenutúrák, vizitúrák nem szervezhetőek. A korlátozásoknak kettő oka van. Egyik a baleseteknek a megelőzése, hiszen ilyenkor sokkal erősebb a fő Dunának, illetve a mellékfolyóknak, a mellékágaknak a sodrása, és a benne található hordalék, úszadékfán könnyen fennakadhatunk, beleborulhatunk a vízbe. Mellette pedig ugye a vadállomány számára ilyenkor szükséges magas pontokat megkeresni, ahol túl tudják vészelni ezeket az időszakokat, és számukra nagyon fontos, hogy ilyenkor nyugalmat biztosítsunk az erdőbe. Ennek okán kérjük azt, hogy illetve rendeltük el ezeknek a vizitúráknak a tilalmát. Mellette kérjük a túrázókat is, illetve elrendeltünk részleges erdőlátogatási korlátozást ezekre a belső területekre, arra az időszakra, amíg az árhullám visszavonul. A Pörbölyi Ökoturisztikai Központ továbbra is várja látogatóit a múzeumokban.